Szép jó estét mindenkinek, megköszönöm Zalán bevezetőjét. Általában egy gyakorló bevezetője után ilyen gyöngéd tanításokkal, kommentárokkal szoktam az útját még egyengetni. Ezt most azért nem teszem, mert az érett gyakorlótól hallottatok egy bevezetőt, amely nem igényel különösebb kommentárt. És amennyire komoly és érett, annyira úgy kell hagyni, ahogy van. A zen az mindenképpen az önállóságra és az együttműködésre épít, arra az önállóságra, amely a saját buddha természeteden alapul, és arra az együttműködésre, amely az ember társasmi voltából alapul. És ezen a hétvégén egy elég különleges helyzet állt elő részemre, ezt mindannyian tudtátok az elvonulás kezdetén. Én utoljára több éve mentem ki elvonulásról bármiféle publikus alkalomra, ahova meghívtak, és ez a visszautasíthatatlan meghívások kategóriába tartozott. És elképesztő a kontraszt. Bejössz az elvonulás elején, és kimész a végén, a karmád leír egy ívet, és közben gyakorolsz. De a különbség körülbelül a tavasz és az ősz, illetve a szaunából a jeges vízbe és a jeges vízből vissza a szaunába. Körülbelül ez a különbség. Elég nagy, mint tudjuk. És lehettem volna az ország bármely vidéki kisvárosában, és anélkül, hogy általánosítanék, azt kell mondanom, hogy kiózanító, sokkoló, és elképesztő a kontraszt. Elképesztő a kontraszt, mert itt azok ülnek, akik vállaltak valamit, ti, hogy a tudatot művelitek, és a tiszta tudat útján haladva szembesültök a karmátokkal, legyen az a mindent elveszítek karmája, vagy a belső derű, legyen az az önkép nem létezése és az önvaló fokozatos vagy hirtelen tapasztalása. Szemben azzal, amikor az emberek csak mennek az árral és sodródnak, amikor egymást okolják, amikor a világot okolják, azért, mert azok, akik, és úgy élnek, ahogy. Nagyon sokféle megkülönböztetést tehetünk. De az igazi választóvonal ott húzódik, hogy teszel-e valamit azért, hogy tisztább tudattal élj és segíts másoknak, vagy pedig egy önközpontú és lefokozott életet élsz, és ezáltal másokat is erre kényszerítesz, mert nem akarsz alternatívát. Tragikus az, amikor az emberek azt hiszik, hogy csak sorsuk van. És ébresztő és emelő, amikor belátjuk, hogy utunk van. Az utunkon hozhatunk döntéseket. Eldöntheted, hogy mész, megállsz, gyorsan, lassan, jobbra, balra. A sors teljesen kötött pálya. A váltók előre be vannak állítva. A kanyarok, minden ív, minden bemenet, kimenet már megvan. Tehát mikor veszed azt észre, hogy ebben a térben, ebben a tükörben van választási lehetőséged? És akik ezt nem veszik észre, azok azt hiszik, hogy nincs, és hogy a világ teljesen le van csavarozva. Teljesen determinálva van. Talán ez az, ami az identitáshoz fűződve a legtöbbet árthat, hiszen azt gondolod, hogy te csak ez lehetsz. Te csak ez az egoitás lehetsz, és nem lehetsz más. Mert apád és anyád ilyennek nevelt, mert az országod ez, mert a kultúrád erre kondicionált. És hogyha van fejlődés, akkor az csak a vágyaink tekintetében és a taszításaink ellenfényében valósulhat meg. És kiderül, hogy van olyan fejlődés, amely nem ez. Van olyan út, ami befelé vezet.
van olyan meghaladás, ami túlmegy életen és halálon, és bármilyen önképen, amit ehhez köthetsz. A legfájóbb az, hogy az embereknek meg kell hagyni azt a szabadságot, hogy rosszul is dönthessenek, hogy követhessenek el hibát, hogy tanulhassanak úgy is, hogy ezzel másoknak kárt okoznak. Úgyhogy a bódhiszatva út az mindenkinek a saját döntése kell, hogy legyen, mert ha nem, akkor nem bódhiszatva út. Akkor valami más. És nem oda vezet, hogy ébredj föl és segíts másokon. Úgyhogy a gyakorlatunknak a jelentőségét az sok szögből láttam az elmúlt évtizedek során, de most azt éreztem, hogy az első utazás, amit Gautama Siddhartha tett a palotából ki, és látta az öregséget, betegséget, halált, és a születést, vagy az újjászületés lehetőségét. Élsz-e vele? Tehát élsz-e a tanulás lehetőségével? Élsz-e azzal, hogy a születés, öregség, betegség, halál négyesét látod, és hogy ez motivációt adjon? Hogy ez, ami itt van a Földön, motivációt adjon arra, hogy te valami nem tipikusat tégy, hogy ne a lemming effektussal menj a szakadékba. És ehhez kell az a szikra, az a belátás, ami csak belőled jöhet. Csak a saját döntésed lehet. Ekkor van utad, és nem sorsod. Kinek van kérdése? Otthoni gyakorlataim során hogyan tudnám a családi karmát úgy letisztázni, vagy rendezni magamban, most konkrétan a szüleim karmájára, és a köztem jövőre gondolok, hogyha már nem élnek? Nézd, ilyenkor egy belső és külső út van egyaránt. A külső mondjuk egy szertartás, akár megemlékező, hogyha nemrég távoztak el, akár őstiszteleti, hogyha egy éven túl. Illetve egy olyan belső út, ahol megköszönsz és meghálálsz mindent, megbánsz és megbocsátasz azt, amit kell, és végképp elengeded azt a képet, akik ők voltak, hiszen már nincsenek életben. Az a hatás, amit a szülő kifejt a gyerekre, és az unokára, és a következő generációkra, az elkerülhetetlenül bennünk van, hiszen minden ember boldogságkereső és szenvedéskerülő lény, és amennyiben a szülei hozzájárultak ehhez, annyiban az a hatás benne van. Azt elviszed magaddal, mert az jó útra való, az jó nevelés, az hasznos. Viszont mindazt a karmát vissza kell adni, amit úgy kaptál, hogy nem szeretted volna. És haszontalan szenvedéshez vezet, elsötétüléshez vezet, kényszerű dualitásokhoz vezet. Ezt azért kell visszaadni, mert ez valójában nem csak az övék. Ami az övék, az visszaadható. De a visszaadás során kiderül, hogy mi az, ami a tiéd, amitől neked kell megszabadulni, amit nem tudsz visszaadni apádnak, anyádnak, mert azt hoztad magaddal. Na, ahhoz kell ez. Tehát van a szertartásos, a meditatív tárgyas és a meditatív tárgyatlan út. Amikor az ütés vagy a tárgyatlan tudat megvalósul, akkor mindaz az énség lebomlik, ami a dualitásokat teremti. És minél több időt töltesz a tiszta meditáció állapotában, annál jobban leszoksz arról, hogy te dualitásokat teremts, hogy te hamis önképeket teremts, hogy illúziókban élj és éltess. Nem az a baj, hogy álomban vagyunk, hanem hogy elaltatunk másokat. Hogy illúziókban ringatjuk magunkat. Jó, mindenki megteszi néha-néha. De hogy másokat ringassunk illúzióban, és utána durván a padlón ébredjenek, ez nagyon kemény.
Ez már a részvétlenség, ez már a bölcsesség hiánya, ez már önzés, hogy neked úgy jó, hogyha illúzióban van a másik. Úgyhogy ezt a hármat tudatosítani kell, ismétlem, a külső szertartásos, a belső tárgyas és a belső tárgyatlan. A negyedik az akkor lenne, hogyha élnének. Hogyha élnének, akkor a szertartásos átváltozna együttérző, például kvanszembosszá vagy karmatisztító szertartássá, és a negyedik mellé jönne, mint karmajóga, tehát a helyes cselekedet, helyes beszéd, helyes érzelmek, helyes gondolatok gyakorlása, mert még testben vannak, még a karma változhat. Tehát akármilyen terheltnek tűnik a családi kapcsolatod, akármennyire is nem akarod látni az őseidet, vagy egy-egy családtagodat, gondold át, hogy most még testben vannak, most még tudsz változtatni. Mert ha nem, a következő életre marad. Legalábbis ő vele, azzal a mintázattal, aki elköltözött, megszakad a látható érzékszervi szintű kapcsolat. Ezért van az, hogy nagyon hasonló párkapcsolatok jönnek egymás után, mindaddig, amíg az ember mély szerkezete nem változik. Tehát most a szülők kapcsolatáról ugorva mondjuk a párkapcsolat felé, legtragikusabb az, amikor valaki kijelenti 10 év kínlódás után, hogy igen, elválok, mert ő ilyen, ilyen, ilyen és ilyen, és most már tudom, hogy és én is, és ebből elég volt. Jó, 10 év szenvedés, viszontlátás, és fél éven belül jön valaki, aki teljesen más. Aki annyira, de annyira más, hogy újabb fél éven belül kiderült, hogy ugyanazt húzta be. Mert ő maga nem volt hajlandó változni. És ez nem csak az egy életen belüli kis ciklusok, hanem az életeket átfogó nagy ciklusok esetén is érvényes, mert a karma az nem ismer határokat. Karma határok nélkül. Bizony. Egyéb kérdés? Ott. Az elmúlt egy hónapban azt figyeltem meg, hogy a feldolgozatlan karmaim nagy része főleg álomban jön elő, és az lenne a kérdésem, hogy hogyan működik a tudat önvédelmi mechanizmusa álomban? Hát akkor alszom, mert fogalmam sincs. Sokat beszéltem az álmok fajtájáról, szerintem ez most nem tartozik ide. Annyit tudj arról, amit kérdezel, hogy a meditációban látod a karmát, amennyire a meditáció tiszta, és nem alszol bele. Viszont aki nem meditál, az ösztönszerűen is, vagy szokás alapon a tudatküszöb alá gyömöszöli mindazt az elintézetlenséget, amit ott és akkor a pillanatban nem tud feldolgozni. Ez a rövid távú raktár. És az álom az azt jelenti, hogy a pufferből kijön mindaz, ami elintézetlen, a lélek lefordítja egy szimbólum nyelvre, vagy közvetlen képanyagban újra nézi, ez ritkább. De előfordul. És az álom így a meditációnak egy nem teljes és nem tökéletes pótléka. Tehát éber állapotban kellene nagyon világosan a felszínre engedni azokat a karmákat, amelyeket nem tudtál a pillanatban feldolgozni, mert nem voltál elég erős, nem voltál elég éber. Az a karma kényszerű dualitásokra ragadtatott, és a túlélő ösztönöd, a birtokló ösztönöd, a teremtés vágyad épp akkor azt letette a tudatküszöb alá. És nem foglalkoztál vele. És eltároltál egy nagyon erős önképet, vagy a másikról alkotott képzetet, egy nagyon erős véleményt, egy nagyon erős traumát, vagy örömöt, és ezt nem sikerült integrálni, az nem ment a helyére. És akkor álmodsz vele, esetleg több rétegben, azért, hogy ez az elképesztő feszültség, vagy nyomás, ami a tudatküszöb alatt van, és még nem a mély tárházban, hanem mondom, egy ilyen átmeneti kis szobácskában, előzetesben, ugye ott van a karma, mert letartóztattad, ugye? És az szépen visszajön a tárgyalóterembe éjszaka. Igen, ám csak, hogy
ha a meditációban éberen ezt nem látjuk újra, akkor az okozatiságot az elme nem tudja hozzátenni, vagy éppen hozzálátni, nem hozzátesszük, hanem hozzálátjuk, hogy mi miért történik. És ez a képanyag megjelenik, és eltűnik. De a probléma nem oldódik meg, mert az okozatiság tükrét azt nem vehetted igénybe, hiszen nem vagy éber. És hogyha nem látsz rá a probléma gyökerére, akkor újra fogod termelni. Hogy az álom az átmeneti megkönnyebbülés, de a valóság a megszabadulás. Egyéb kérdés? Ott. Én azt szeretném kérdezni, hogy hol tudok segíteni olyannak, aki úgy él, mint akinek sorsa van, és utána csak panaszkodik. Hogy hol tudom megmutatni neki, hogy útja van. Milyen a kapcsolatod vele? Hát, családi. Akkor szinte lehetetlen. Túl közel van. Túl közel van. Azt nem tudod ütni. Mert kötelező vagy szeretni, mint családtagod. Tehát a családtagok nagyon nehezen taníthatók. Fölfelé biztos, hogy nem tudsz tanítani. Ha generációval följebb van, akár így oldalágon fölfelé, akár egyeneságon fölfelé, te vagy a gyerek, az öcsike, a ki tudom én micsoda, és nem fogják meghallgatni. Ilyenkor kell megfelelő háromszögelléssel elküldeni valahova, valakihez, akire szerinted hallgat. Tehát van egy ilyen történet, hogy miért nem sikerült felébreszteni a Manjushrinak egy egyszerű gyakorló nőt a szamádiból. És ott van a Koan könyvünkben. Ez egy nagyon érdekes történet. Tehát a Buddha körében ott vannak a bodhiszattvák, és lent a földön ott ül egy nő szamádiban. És Manjushri megkérdezi a Buddhát. Ez a szamádiban ülő nő, miért lehet ilyen közel hozzád? Miért ülhet közel? És erre Buddha azt mondja, ébreszd fel a szamádiból, és megmondom. És az összes bodhiszattva, beleértve Manjushrit, a bölcsesség bodhiszattváját, mindenféle mágiával, trükkel, ébresztő mozdulattal megpróbálták felébreszteni a nőt, az csak ott volt, egy ilyen kis aranyszínű kisugárzásban, és nem mozdult, és zéró érzékszervi tevékenység, zéró elmetevékenység, semmi, semmi. De mégis ott volt. Egy ilyen tárgyatlan, gyönyörű egyévá tudatta. És Manjushri nem értette. Erre a Buddha azt mondja, na, Mamyong boszált a földről, ahonnan ez a nő is jött. Szólítsd, hogy ébressze föl a nőt, neki sikerülni fog. És Mamyong boszál, odajött a nő elé, és csak így egyet csettintett az ujjával, és akkor a nő fölébredt, és kijött a szamádiból. Tehát mindenkinek megvan a tudat kapuja. A léleknek az a kapuja, ahol valaki, akár egy valaki is, de bejöhet. És ha ez nem egy magas szintű, fantasztikus, veretes, vállapos tanító vagy tanítónéni, akkor meg kell találni, hogy az kicsoda, hogy az ébressze föl. Úgyhogy családtagot nagyon nehéz, mert ott teljesen más viszonyok vannak, elképesztő érzékszervi, anyagi, társadalmi és egyéb kötöttségek. És ezeket a kötöttségeket általában három vágytípus, a teremtés vagy szaporodás vágya, a megtartás vagy birtoklás vágya, és a túlélés vágya szokta determinálni. Ezért vagyunk nagyrészt taníthatatlanok, mint családtagok. Na most az nagyon nagy dolog, hogyha egy olyan tér van a családban, egy olyan lazább szerkezet, amely nem azt jelenti, hogy az elkötelezettségeink azok kócosabbak, hanem azt jelenti, hogy a tér nagyobb köztünk. És az elkötelezettség megtartása nem egy olyan birtokló, bezáró, determináló viszony, hogy az illető taníthatatlanná válik a családtag számára. De ebben az esetben én úgy érzem a kérdésedből, hogy szükség van egy háromszögellési pontra.
És próbáld meg meglátni, hogy ki az, aki felébresztheti ezt a családtagot az álmából. Jó? Köszönöm. Szívesen. Vilma? Többször mondtad, hogy a helyes gyakorlat mellett szükséges egy kiegyensúlyozott, egészséges személyiség. És azt vettem itt észre, hogy van egy nagyobb különbség, ahogy én látom magamat, és ahogy a többi gyakorló lát engem, és ebből belül kialakult egy ilyen súrlódás, amit így szeretnék így minimalizálni. És... Te is? Én is. Tehát képzeld el, ahogy én látom magam, meg mások látnak engem az elmúlt 23 év során, hú, tehát abból regényt lehetne írni, hogy melyik helyes, tudod. Egyik remete ökle, meg a másik remete ökle. Hát ez nagyon érdekes. Vilma, te számíts erre a súrlódásra, légy szíves. Tudod miért? Mert a súrlódásból hő fejlődik. Tehát ez az a motiváció, lásd coaching, hogy te akkor is gyakorolj, ha rosszat gondolsz magadról, akkor is, ha jót gondolsz magadról. Akkor is gyakorolj, ha mások jót gondolnak rólad, és akkor is, ha mások rosszat gondolnak rólad. Tehát a jó és a rossz, ez esetben a villanymotor álló része és forgó része, és a mérnökök elmondják neked, hogy az álló rész és a forgó rész, és a bennük lévő pozitív és negatív töltés pont ezt a nagyon érdekes forgó mozgást eredményezi, amitől a mosógép, meg a szárítógép, meg a szivattyú, meg a villanymozdony, ez mind megy. Ez fantasztikus. Tehát ez a töltés, ez a surlódás, hogy én hogy látom magam, meg mások hogy látnak engem. Meg hogy most jól érzem magam, meg rosszul. Meg hogy a világ most fantasztikus, egy ilyen csodálatos lótusz sziromgyűjtemény, ugye? Amiben én, mint méhecske, itt lebegek, és röbdösöm, és jól érzem magam, és illatolom a lótuszokat, ugye? És a következő pedig egy ilyen kőkemény, fekete, szöges, fémes pokol, ahova lerántanak, lerántom én is a többit, és szétszenvedtetjük egymást és magunkat. Oké, mind a kettő motiváljon. Mind a kettő. Megosztanál egy vagy kórai, vagy Sungsan Sunimos történetedet, amit esetleg ritkán, vagy soha nem meséltél el nekünk? Ugye nem valami újságnak dolgozol? Nem. Jó, akkor megosztok veled egy történetet. Páran hallhatták, de ezt nem mondom gyakran, mert nem kapok ilyen kérdést rendszeresen. Sungsan Zen-mesternek már ugye 80-as évek közepén voltak szív problémái, és ez a nyugati ideál, hogy a tökéletes tanító, meg a tökéletes egészség, meg a tökéletes, az már akkor úgy sérült, mert az öreg soha nem akart ezt táplálni magára. És hát kórház, 80-as évek. Szívspecialista, hogy elkezdik, hogy kérdezgetni, hogy ki ez a koreai, mert teljesen más, mint a többi. Hát azt mondták neki, hát doktor úr, ez zenmester. Ja, az mi? És akkor elkezdték tanulmányozni. És oda megy a doki, és azt mondja, hogy zenmester, én úgy hallottam, hogy maga tud meditálni. Nem is akárhogy. Akkor miért nem gyógyítja meg magát? És erre azt mondta Sungsan Sunim, hogy hát ha fölmennék 100 napra a hegyre, egyéni elvonulásra, akkor meg tudnám gyógyítani magamat. És hát a konzílium így, miért ne? Hát miért nem csinálja meg? Persze utána az, hogy utána tanítsa meg nekünk is, hogy kicsikét jobban gyógyítsunk, ugye? És az öreg azt mondta, azért, mert nem lenne megfelelő tanítás. És ehhez egy másik történetet hozzáteszek, amit szintén kevesen hallhattatok. Együtt így még szerintem senki sem. Hogy ott volt Subong Zen mester, aki hát az első számú tanítványa volt 93-ig, amíg meg nem halt. És mindenhova, többek közt 91-ben és talán 89-ben is Magyarországra így jöttek, hogy ott volt Subong Sunyi, meg még egy pár szerzetes, egy rakás világ, és akkor jött a küldöttség, a darma vonat.
És Providence Zen Központban, Rhode Island, United States of America, ott voltak, és ahogy azt az angol száz házakban láthattátok, ilyen ultrameredek lépcsők, ilyen európai szabványt megszégyenítő lépcsőfokok, nagyon keskeny, nagyon magas, és plüss szőnyegborítás. Tehát a legrosszabb, amit el tudták képzelni, és az öreg egyszer csak így megy a felső szintről lefelé hajnalban, és elcsúszik, és így legurul a lépcsőn. Igen, jó hallottad, zenmester, legurult a lépcsőn. Van ilyen. És hát egy elég csúnya ilyen lila hurka keletkezett a nagymester fején, és ugye Szubong zenmester, mint első számú tanítvány és szolgáló is, hát azért ott volt, és ezt látta. És hát ez hajnalban megtörténik, reggelinél ott látja mindenki, Szungzász mondja, hogy felmegy a szobájába, kb. Reggel 8 óra van, és leül az ágy, és azt mondja, hogy figyelj, 10-ig ne gyere vissza, és zárd be az ajtót. Szubong Szügyim, yes sir. Elmegy, és Szungzász Szügyim leül az ágy szélére a kis lila hurkával, 2 óra múlva visszajön Szubong Szügyim, kinyitja az ajtót, Szungzász Szügyim ugyanúgy ül az ágy szélén, ilyen valamiben, és a hurka eltűnt. Semmi, sehol. És megkérdezte Szubong Szügyim, sir, ez mi volt? Szóval, jönnek délre hozzám koreaiak, és nagyon aggódtak volna, hogyha meglátják rajtam ezt a hurkát, úgyhogy eltüntettem. És erre Szubong Szügyim megkérdezte, hogy ezt megtanítaná nekem, hogy ezt hogy lehet? Mert ugye hát, ha én is legurulok a lépcsőn. Egyszer! És erre azt mondja az önnek, hogy el kell döntened, hogy mit akarsz. Ha azt akarod, hogy itt a kocsisorok álljanak az enközpont előtt, mert te ezt így tudod és gyakorlod, akkor megtanítom. De ha nem, akkor nincs rá szükséged. Szubong Szügyim meghajolt, és ment. Tehát ez olyan, hogy a nagymester erre rájött, és a két történetet azért teszem egymás mellé, mert úgy könnyű mondani, hogy nem is tudnád megcsinálni, de az öreg meg tudta csinálni, és mégse tette. Tehát ez az a történet, amit így együtt szerintem még senki nem hallott, külön-külön talán. De azért gyönyörű ez, mert egyrészt tényleg a legfontosabbra irányul a tanítása és az életmódja is, hogy te azt keresd, ami túl van életen és halálon, és ne a különböző gyógyító praxisokban merülj el, ha te a megvilágosodásra és mások segítésére teszed fel az életed. Ha gyógyító szeretnél lenni, akkor tessék menni és gyógyító technikát tanulni, mert az önazonos. De te zengyakorlóként ne szeressél csodát tenni 270 fok, mert akkor a 360-asban nem érkezel el. És 2003 tavaszán, olyan másfél évvel a nirvánája előtt, egy komoly szívpanasz gyűjteménnyel, ő kórházban volt, és ott voltunk. 24 órás szolgálatban, egy koreai, egy nyugati, 3 héten át. És többek közt én is voltam, és nem egyszer. Ezt úgy képzeld el, hogy Észak-Szeulból, Dél-Szeulból olyan másfél órás csúcsforgalmi vezetés, és a Samsung Hospital 23. emeletén az ultraluxus biztosítással együtt akkor napi 1000 dolláros önrészsel bíró lakosztály, meg ilyen többen voltak, nem egy, több így. És korterem, de szóló, tehát egy ágy, egy korterem. És amit ott bemutatott tudati tisztaságból, az valami döbbenetes volt. Egy apróságot ragadnék ki, és ez a harmadik és így utolsó aprócska kis történet. Ott is gyakorol, de már nem úgy, hogy leborulás, mantra, ülés, hanem az, hogy fölül az ágyon, te akkor forgasd be ugye 90 fokkal, segíts neki fölállni, hozd oda a kerekesszéket, ültesd bele, told el a folyosó végén az ablakig, ő föláll, kinéz, utána visszaül, megint körbemész, köszönünk a nővérnek a pultnál, vissza a terembe, föláll, kerekesszék ki, befordulsz, leül, befordítod, lefekszik,
fekszik 5 percet, utána megint lábemelés, és így fölül saját erejébe, és ugyanez órákon keresztül. Utána jött a vizit, az étkezés, a WC, a stb. Stb., de amikor ilyen kis szabad idő volt, 76 éves, és hát a szervezetét azt széthasználta. Tehát oly mértékben igénybe vett, hogy 3-4 életnyit csak így satsz per kb. Borzalmas, mit mért magára fizikailag. És ott vagyunk, folyosó végén az ablaknál fölállunk, és nézzük a 20x emelettel lejjebb ezeket a kis matchboxokat, ahogy így megy, és én olyan szomorú vagyok, hogy ezt el nem tudom mondani. Érzem, hogy itt a vég. Tehát, hogy nagyon-nagyon közel van az, hogy ő elhagyja a testét, és az azóta eltelt 19 év, és a kórházas sztori óta eltelt 20 év, az most volt 20 éve, bizonyította, hogy az űrt senki nem tudja betölteni. Senki soha, és meg kellett békélnem azzal, hogy azt az űrt, amit ő maga után hagyott, senki nem fogja betölteni. Itt biztos nem. És ez így helyes. Ez teljesen más, mint egy olyan hétköznapinak mondott, és nagy együttérzéssel fogadott gyász folyamat, mint egy családtag, rokon vagy barát elvesztése. És ott állunk, és én ezzel a mélységes szomorúsággal és így visszatekintve nem kevés önsajnálat, hogy mi lesz velem, hogyha a mester elmegy, ugye? És akkor már bőven tanítóvá avatott, annak már több mint 3 éve volt. Tehát megadta, amit megadhatott. És ott állunk az ablaknál, nézzük a kocsikat, és egyszer csak a semmiből megszólal, igen, ha felgyógyulok, majd elmegyek az országodba. Tehát még ilyen állapotban is tökéletes kapcsolatban volt veled. Tökéletesen érezte a rezdüléseidet. És akkor így felvillanyozódva, mint érted, így, mint nyáron hirtelen a kis lotuszvirág, úgy nyílik ki a lelkem, és akkor mondok 2-3 mondat, hogy ilyesztől is megszervezzük. És azon nyomon, too much talking! Vágta le. Yes, sir. Thank you very much. És akkor így el kell csendesülni, összehúzott ilyen kis mini bódhiszatva hangja mindenségre. Oké. Okay. Tehát mind a kettőt meg kell tudni köszönni, hogy adott egy ilyen gyöngéd motivációt, épp akkor a lelked az vérzett. Utána kinyíttál és tettél bele a saját kis karnát, és puf, már ütötte is meg, úgyhogy az ilyen tanítóértékű volt. Ennyit a sztoriról. Jó? Tessék ott. Én először is szeretném megköszönni azt, akik a háttérben dolgoznak, és láthatatlanok, de csodálatos munkát végeznek csöndben, kitartóan, türelemmel. Csatlakozom. Amihez azt gondolom, hogy ebben a világban különösen fejet hajthatunk. És pont az előbb, amit mondtál, engem az érintett meg nagyon, hogy most, amikor gyakoroltunk, akkor tudom, hogy milyen, amikor összeadódnak a közös szándékok, és az mindenen túlmutat. Függetlenül attól, hogy nyilván az ember egyedül is csinálja, de nem kézzelfogható, és nem lehet igazán senkinek elmondani. És bennem pont az van, ami benned megfogalmazódott, hogy kint a külvilágban nagyon-nagyon érezni a különbséget. Nagyon és aztán. Ez nem minősítés, egyszerűen csak ez... az, hogy annyira más, nagyon nehéz benne létezni, és nagyon nehéz kinyitni valóban a szemeket, a füleket, úgyhogy az ember nem akarja terelni őket, mert az ő döntésük kell, hogy legyen. Viszont ez a technika, ez nem egy csillogó, nem szárnyaló, nem mutat rögtön bármit, hanem gyakorolni kell csendben, szolidan és kitartóan. Tehát emiatt kevesen választják ezt az utat. És hogy annyira nagy a hányad, tehát annyira eltolódott most egy 3 éve körülbelül ez az arány, hogy nem tudom, hogy miben lehetne segíteni, úgyhogy az ember járja az utat és csöndben mutatja. Nézd, akiknek van füle a hallásra, azok előbb-utóbb meghallják, és a Buddha maga, amikor elkezdte ezt az akkori vallásossághoz képest sokkal egyszerűbb, sokkal kevésbé látványos tanítást adni, akkor
hát a fáma szerint a hét aszkéta társa az így ránézett, és így gyorsan elszaláltak. És akkor a Buddha úgy döntött, hogy ő nem tanít. Köszönjük szépen. Minek? Ő annyira jól megvan. Tehát neki már teljessé vált az út. Köszönjük szépen. És akkor szintén a fáma szerint a Tusita mennyországból lejött Brahma, a legmagasabb, legfőbb, legleg vállaposabb istenség, és azt mondta, hogy magasztos, kérjük forgasd meg a tankerekét, mert vannak, akiknek a szemét kevés por fedi. Nem tudsz úgy tanítani egyszerűt és tisztát, hogy aranyport hintesz mások szemébe. Nem lehet. Tehát el kell vállalni, hogy a kevesebb az több, el kell vállalni, hogy az illúzióvesztés elengedhetetlen, és akik ezt felnőtt módon tudomásul veszik és kibírják, ők lesznek a gyakorlók. Akik nem, azok még nem érettek erre, és ezzel szembe kell nézni. Hogy ők még valamilyen típusú szenvedést még kell, hogy tapasztaljanak, mielőtt ezt félre akarják tenni, ezt az egész látszatvilágot, ugyanhogy van. Nem a világot, a látszatvilágot. Ezzel számot kell vetni, tehát a zen az mindig egy minőségorientált, és nem tömegközpontú út volt, és ezért nem tekinthető vallásnak, bár gyönyörű kultusz van benne, tehát egy olyan kultúra, olyan transzcendens, ugye eszköztár, nézd meg a szertartásainkat, nézd meg a meditációs technikát, nézd meg a mantrákat. Tehát azért itt nagyon komoly eszköztár van, de mégis, ahogy használjuk, az sokkal egyszerűbb és sokkal tisztább, mint hogyha ígérgetnénk valamit. Miért? Emlékezz a Csak Lásd című költeményre. 185-ös, jó páran az interjúk során használtátok. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá. Egyszerű, világos. Látod? Hallod? Már tisztán látsz, már tisztán hallasz. Ez a bot, a hangja és a tudatod azonos vagy különböző? Ha azt mondod azonos, 30 ütést kapsz. Ha azt mondod különböző, akkor is. Miért? 3x3=9. Na most ez úgy hangzott, mint egy világvallás? Na ezért. Ezért. Nem sajnáljuk magunkat, ennyien vagyunk. Néha többen, néha kevesebben. De a minőségből nem engedünk, kérem szépen. Semmit se. Úgy. Úgyhogy voltak olyan időszakok, főleg a kínai Chan buddhizmus időszakában, amikor mondjuk egy uralkodóházlás Tang dinasztia támogatta, és így rengetegen voltak, és nagyon sok ezer templom, és sok tízezer, százezer szerzetes, szerzetesnő. Aztán ez lehanyatlott, jött a Szung, utána egyebek, más dinasztiák, és érdemben a Tanra nem volt hatása, hogy többen vagy kevesebben művelik. A társadalomra, arra igen. Az nem mindegy. Én azt remélem, hogy eljutunk egy olyan alaparányig, hogy a népesség 10%-a valamilyen transzcendens ösvényt őszinte szándéka gyakorol. Mind a három. 10% valamilyen transzcendens ösvényt az ékszerelmére, ne csak zent vagy buddhizmust, más ízváltozatok is vannak bőven, valamilyen nem kettősségre épülő, tehát adva itt a ösvényt, és ekkor elkezd változni az egész. De ha ezt a 10%-ot nem érjük el, akkor nem fog megváltozni az egész. Már az 1% is nagyon komoly lenne, de annyi sincs. Tehát ahhoz, hogy a csoporttudat, azaz csoporttudattalan megváltozzon, ahhoz a legelső túlélési érték az 1%. A paradigmatikus, hosszantartó, nagyrészt visszafordíthatatlan, tehát csak ilyen világégés katasztrófa háborúk által elrontható dolog, az 10%. Tartósan. Tehát a Tang dinasztia az bő 300 év volt.
Nagy a feladat. Ezért mondtam, a bódhiszatva soha nem lesz munkanélküli. Soha. Mindig több szenvedés lesz, mint megvilágosodás. Úgyhogy itt a lehetőség. Szívesen. Egyéb kérdés? Az otthoni meditációnak a hatását azt ismerem tavaly, azonban tapasztaltam ennél valami magasabbat, és erre szeretnék rákérdezni. Egy októberi életem első ilyen 4 napos kezdőelvonulásán vettem részt, és hazafele menet. Előttem vált le egy autónak a dísztárcsája, szépen lassan elpörgött előttem, nekicsapódott egy motorosnak, a motoros motorházán az darabokra tört, egy mögöttem lévő autónak betört a szélvédőjét. Én meg az egészet így kívülről szemléltem, minthogyha egy mozifilmet néznék. Előtte meg a színek, ahogy azt már többször hallottam, pompázatosak voltak. Életemben nem láttam olyan zöldet, olyan kék eget. Még egy-két ilyen forgalmi helyzet volt, amit ilyen távolról néztem, holott közvetlenül előttem zajlott. Hazaérkezem, jön a fiam, hajnalban pofára esett a rollerrel, a foga épp, hogy nem mozgott, tiszta vér volt az arca. Elmaradt a szokásos, hülye gyerek, miért nem volt rajta a csisak? Oda borultam hozzá, fáj szívem, mozog a fogad, jaj, de jó, megnyugtattam. Volt még egy hasonló, aztán amikor nagyon éhesen érkeztem haza, és kiderült, hogy a kedvenc falafelem elfogyott, akkor robbant föl az arcom. Tehát addig tartott ez a magasabb tartalom, amit sikerült hazavinnem, és utána visszatértem a meditáció után megszokott, de hogy mit érzékeltem, mit tapasztaltam, és ez hogyan tolható ki még huzamosabb ideig. A nem kettősség üzemanyaga a falafel határáig tart. Szungszászönyém, ezt dharma energiának szoktam mondani. Tehát amikor a tudatod nem dualisztikusan reagál, tehát tükröz, akkor van ez, és a tükrözés az az egyévált állapotnak a természetes működése. Ekkor nem tudsz hibát elkövetni. Miért? Mert a tökéletesség a tudatban nincs. Tehát nincs az, hogy jó és rossz, tökéletes, tökéletlen, hiba és erény, ezért teljesen egyben vagy a helyzettel, lásd dísztárcsa. Ha te akkor egy 10 másodpercnyi rossz döntéssel bírsz, tehát félsz vagy remélsz, abban a pillanatban úgy válsz részévé az egésznek, hogy te is csattansz, nálad is van valami. És ez egész addig tartott, amíg a túléléshez elengedhetetlenül szükséges falafel hiánya ki nem derült, mert eddig voltál szent ember, de mostantól kezdve egy vad, aki vadászik. Egy falafelre éhes vadállat. És ekkor aztán kész. Tehát elment a szentséges egység, és maradt a kőkemény freudi dualitás, ugye, hogy vagy-vagy. Ez azért nem vicces, bár szeretem, ha nevetünk rajta, mert amíg ez az egységtudat kitart, addig nem tudunk leválni a pillanatról, nem tudunk leválni a világról, addig a csepp az óceánba marad. És addig se szenvedés, se megvilágosodás nincs. Amikor viszont leválunk róla, akkor elkerülhetetlenül egy alacsonyabb energiaszinten, sokkal döcögősebb úton tapasztalunk szenvedést, és utána az abból való megváltást vagy megvilágosodást. És ez mind energiaszint kérdése. Tehát miért vagyunk csöndben, gyakorlat közben, és nagy részt a nap folyamán? Miért tartjuk meg azt az energiát, amit mentálisan fölhalmoztunk? Tehát ezek a fogadalmak. A fogadalmak azok nem csak az, hogy jó ember légy. Igen, az egy mellékhatás. Az energia megőrzése, és az információ, mint önkép és világkép tisztaságának a megtartása, ez mind fogadalmak kérdése. Tehát, hogy ne szennyezd be a tudatodat, se magadét, se másét. És a formavilágot se károsítsd be, beleértve saját magadat. Úgyhogy amíg ez a nem duális energia tart, addig vagy normális. Utána kijön a karma kőkeménye. Utolsó kérdés lehet? Utolsó? Na mondja. Tőlem. Körülbelül egy 1,5 éve gyakorlok otthon rendszeresen hajnalban meg este, és pár hónappal ezelőtt
kezdődött, hogy most már kivétel nélkül minden nap álmodom valamit. Annyira nem fontos, hogy megjegyezzem, fölírjam, rossz a memóriám, nem is érdekel, elengedem. Nincs benne semmi olyan húha, csak egyszerű álmok. Ez azt jelenti, hogy itt hallottam egy kérdés választ rá, hogy elkezdtem a tudatküszöbön maját kapirgálni? Elkezdett az elméd, és így a mögé tett mélyebb tudat úgy viselkedni, mint a tehén. Nem azt mondja, hogy mú, hanem kérődzik. Hány gyomra van egy tehénnek? Bizony, jól mutatod, 4. Tehát bendő, recés gyomor, százrétű gyomor, oltó gyomor. A bendő recés gyomor az első kör. És a recés gyomorból, amikor éppen szegénynek ideje van, akkor felkérődzi, megrágja újra, elkeveri nyállal, finomabbra őrli a fogazatával, és utána a százrétű gyomor, oltó gyomor teljes táplálékká lebontja. Na, az álom az ugyanez, amikor felkérődzi a tárház azt, amit ott szépen eltárolt az első két gyomorban. Úgyhogy ez rendben van, miért? Mert általában, amikor nem álmodunk, de hogy hánykolódunk, vagy izzadunk, vagy valami egyéb ilyen jelenség nélküli tudati emésztés zajlik, az azt jelenti, hogy a tudatküszöb annyira erős, az önvédelem annyira áthatolhatatlan, hogy nem látod az álmodat. Amikor látod az álmodat, és így félig meddig tudatos, nem az, hogy tudatosan álmodsz, csak amikor felébredsz, akkor emlékszel rá. Ez egy alacsonyabb szint, mint a tudatos álmodás. De magasabb, mint amikor semmi nem történik látszólag, de a tudatküszöb alatt ott van a tombolás, és nem emlékszel arra, hogy álmodtál, csak az, hogy fáradtan ébredsz arra, hogy ott zajlottak a dolgok láthatatlanul, mert nem akartad látni, nem engedted magadnak látni, nem merted látni. Hát annál az magasabb, hogy álmodsz. És ezért van az, hogy még nem álmodik, valójában igen, csak nem engedte látni, ahogy azt az előbb mondtam, és onnan már nem álmodik, mert a meditációban vagy a mindennapjaidban annyira penge volt, hogy nem halmozódott fel a pufferben, az előzetesben semmi, tehát nincs mit álmodni. Úgyhogy ez a háromféle tudatműködés van. Még nincs álom, tudatos álom valamilyen szintig, és már nincs álom. Úgyhogy ez a középen lét. Köszönöm szépen. Szívesen. Hátó? Már egy ideje igyekszem egyénileg is gyakorolni, viszont gondjaim vannak az egyéni gyakorlatnak a folyamatos fenntartásával. Tehát eljövök ide, egy ideig gyakorlok, aztán jön valami, amivel kevesebben gyakorlok, akkor nem kezdek el gyakorolni, és elkezdek szenvedni. És ha eleget szenvedek, akkor megint eljövök ide, megint elkezdek gyakorolni, aztán ez így megy újra, meg újra. És látom már a folyamatot, látom közben, hogy mit csinálok, de mégsem tudom megállítani, vagy irányban tartani magamat közben. Mint ahogy a rakétás hasonlatnál visszahúz a gravitációs mező. Tehát hogyan tudok egy olyan pályára állni, ahol folyamatosan fent tudom tartani a gyakorlatomat egyénileg is? Be kell kötőzni a templomba. Én ezért csináltam, nekem sem megy odakint. Itt megy. Odakint nem megy. Hát itt lakom. Az kész. Előbb-utóbb, és ez több év, fog ez menni, tehát a forma független gyakorlás, most is a tegnapi szállásunkon volt egy ilyen hosszú folyosó, és szifúval ma reggel leültünk itt a fallal szemben, mint két kis vidor bóthidarm, és ültünk egy olyan ötvenest, hogy csak úgy csengett, tehát fantasztikus volt, de ahhoz már ő is kellett. Ha nincs ott, akkor lehet, hogy csak sétálok egyet, vagy csinálok egy-két napüdvözletet, azt jó reggelt kívánok, de tudj forma nélkül is gyakorolni odakint, itt meg tudj formával is gyakorolni, ezt összeszoktuk téveszteni néha, hogy kint akarunk nagyon-nagyon formahűek lenni, mihez, hogy. Itt meg ellazázzuk, hogy jaj, most fáradt vagyok, jaj, most ez van, jaj, most az van. Nem. Ezt az egész helyet, életrendet, Buddha Dharma Sangha mintájára azért hoztuk létre,
hogy itt jó szokásokat teremtsünk, nem csak te, mindenki. A jó szokás az, hogy minden nap gyakorlunk, legalább kétszer, de inkább háromszor. És akkor nincs mit álmodni. Úgyhogy több év, amíg olyan belső tartás, center és motiváció van, hogy akármi történik, gyakorolsz. Tehát rendszeresen, amikor ilyen éjszaka közepi ébredések vannak, akkor elmondok a fiamnak és a feleségemnek egy pár mantrát az éjszaka közepén, mert nem tudok elaludni, és olyan, hogy én unatkozzak, olyan nincs. Tehát már 33 éve nem unatkozom. Rájöttem, hogy minden egyes pillanat, amit ebben a testben töltünk, elképesztően értékes. És hogyha épp nem tudom mire használni, azon nyomban rájövök, hogy a gyakorlatnak itt kell lennie, csinálnom kell, mert amikor kilendülök ebből, akkor van olyan, hogy ja, hát akkor most mit tegyek? És abban a pillanatban bekapcsol valami, egy mantra, vagy egy kérdés, ami éppen kell, általában mantra. Úgyhogy a forma nélkül gyakorlatot is meg kell tudni csinálni, bármilyen helyzetben, ülve, állva, járva, fekve, alvásban, ébrenlétben, mindenhol tudni kell gyakorolni, és a formahű gyakorlatot is csinálni kell, a leborulás, éneklés, ülés, ami éppen belefér abba a helyzetbe, abba a kapcsolatrendszerbe. Világos, hogy családlátogatáson senkit nem fogok sújtani. Az, hogy most kotorjátok félre a konyhaasztalt és a székeket, mert a szerzetes meditál. Nem. Nyugodtan készítsék elő szépen a reggelit, én lemegyek, ha kell, teszek egy kört ott az utcákon, és közben mantrázom belül. Semmi gond. Vagy pedig hajnalban egy picit főkelek, mindenki szuszog, és én vagy ülök, vagy stabil oldalfekvő helyzetben szépen tolom ugyanazt a tudati gyakorlatot, amire mindig is szükség lesz, több életen keresztül szükség lesz. Ez a zen, ez egy olyan jó beruházás, te. Ez egy annyira jó befektetés, amit a lélekbe és a tudatosságba teszel, az úgy nem évül el. Persze, tegyi a testbe is, aztán a következőben megvalósítod, tudod. De a lényeg az, hogy a tudatba, a lélektudatosságba és a testtudatosságba fektetett energia a legjobb beruházás. Mert az tényleg veled lesz. Jó? Tehát akkor a forma nélküli gyakorlat, az a mantrázás. Nem, az, amikor bármilyen külső helyzetben, bármilyen külső formában ugyanazt a tudati irányt tudod képviselni. Ha mantrával, akkor úgy, ha kérdéssel, akkor úgy, hogyha a madarak dalának hallgatásával, akkor úgy. Mondok egy példát. Karácsony. Családlátogatás. Több helyszínre megyünk. És az X-ediken én már tényleg, tehát sok. Anett érzi, Benedek is nyüsszög, azt mondja, menjetek kisétálni egy kicsit. És akkor a 18 ember 26 négyzetméteren az ott, én akkor félrehúzodom, nincs semmi, ezért mondjak, mindenkivel bari vagyok, szeretett gombóc, de érdemben nem tárgyalok semmiről, mert már megbeszéltük, amit kell, ezt mindenki nyugodtan mondja nekem ott. És kimegyünk sétálni, soha nem felejtem el, azért karácsonykor a gyerek tényleg olyan 4-5 hónapos, és hideg van, pokróc, babakocsi, és van egy ilyen játszótér, amin van egy körülbelül ilyen 200 valamennyi méteres ilyen kis futópálya. Hát túl sok fény nem volt, mert akkor is drága volt az energia. Egy egész ház tömnyi játszótér. Különböző kis várak, és este van, és minden ott fénylik a távolban, hallod a vonathangot, hallod a kocsi hangot, az ugató kutyákat, stb. Kisvároson szó. És így, és elkezdek sétálni azon a futópályán a gyerekkel, és elkezdem mondani a nagy Dáranit, és így töltöttünk több mint egy órát. És az enyhe halogén fényben látom a gyerek arcát, hogy békésen alszik, és mindig nézem, hogy hogy van, és közepedig belül megy a mantra, és egy teljes
tudati egység és oda-vissza sugárzás van közte és köztem. Soha nem fogom elfelejteni. Ez egy olyan gyakorlat volt, mint amikor a hegytetőn 27 szerzetessel ülsz az éjszakában, és ugyanez a tér, ugyanez a tisztaság, ugyanez az atmoszféra van. Ez egy orosházi játszótéren volt. Érted? December végén, karácsony x-edik napján. És ez valami fantasztikus gyakorlat volt. De hogyha nincs megalapozva kellően több év alatt, akkor ezt nem tudtam volna megcsinálni, akkor jó, kimegyünk sétálni, jó, akkor majd visszajön. Nem. Itt a lehetőség, hogy átélj egy újabb egységélményt, egy újabb tiszta tudatélményt. És nem ezért csinálod, csak ez a mellékhatás. És ezt soha nem fogom elfelejteni. Így. Úgyhogy bármilyen körülmények között, bármilyen kapcsolatban, bármilyen helyzetben, egyenesen előre. Én is átéltem már ezt a tiszta tudatot egy elvonulás után, körülbelül 2 napig. Mm. És, az jó hosszú. Van, akinek 2 perc jut, azt benyeli a szamszára. Na mondjad. Hát az, hogy bemegy az ember dolgozni, és egyszerűen, legalábbis ahol én dolgozom, rengeteg ember, rengeteg energiája, és egy 9 négyzetméteren mondjuk van, hogy 10 ember 10 dolgot mond, akar tőlem, bárkitől, csak hogy benne van az aurámba, és egyszerűen ezekben a helyzetekben én képtelen vagyok megtartani ezt a belső békémet, hanem érzem, hogy így szívódik, tehát nagyon sok ember, nagyon sok energiája, nagyon sokat beszélnek, tehát hogy nem tudom, hogy ilyenkor mit lehet tenni, hogy az ember valahogy mégiscsak... El kell menni orvoshoz. Hát, igen, hát hozzám jönnek. Nagyon sokan jönnek. És te? Mit csinálsz, mint orvos? Hát próbálok nekik segíteni a jelenlétemmel. Aha. Egyébként rengeteget érzem, hogy sokat segítek nekik, és jó, hogy ott vagyok, csak hogy mi van közben az én energiaszintemmel. Újra kell tölteni, el kell menni a Dharma kúthoz, rácsatlakozni, és figyelni, hogy a számláló így forog. Ez a meditációs gyakorlat minden reggel. Hát, hogyha nem tölti föl magát az ember, akkor előbb-utóbb így kicsap belőle a karma, az meg senkinek nem jó. Hát igen. Te láttál olyat, hogy egy nővér ellenséges a paciensekkel? Mert én igen. Csak szegényke teljesen szét volt torongyolva, le volt harcolva, elmentek az energiatartalékai, és akkor olyan durván bánik ott mind a 4 ágyjal, hogy az valami hihetetlen. És van, amikor az orvos nem tud gyógyítani, csak felírja a gyógyszert, és egyszerűen azért, mert kimerült. Tehát a dualitásokkal nem csak az a baj, hogy szélsőségesek, hanem azért, mert először van egy ilyen energiakisülés, és utána pedig kimerülés. Ezért kell a nem kettősség energiájával újra tölteni magunkat, és a nem kettősség információjával is. Tehát, hogy eredetileg nincs semmi. Eredetileg nincs jó és rossz, kellemes és kellemetlen. Ezért térünk vissza ide. Ez a töltőpont. De ez a veszítőpont is, ahol mindent elveszítesz, és mindennel fel is töltődsz a kettő együtt. Ha nem vagy hajlandó elveszíteni a saját önképedet, fixa ideáidat, a múlt, jelen és jövő megalkotott képét, akkor nem is kapsz semmit. Úgy. Úgyhogy nagyon jó a tapasztalás. Én ennek örülök. És mi a helyes cselekedet, ha mondjuk nap közepén fogy el az energia, és érzem, hogy most kéne már tölteni, de mondjuk még valaki szeretne valamit tőlem, de én érzem azt, hogy már nem tudok adni. És tényleg volt egy ilyen szituáció, hogy ott volt egy beteg, hogy kérdezhetek valamit, és mondtam, hogy nem. Ki kell menni a mellékhelységbe. Tehát, hogy most van az, hogy nem. És még van a napból mondjuk egy pár óra, ezért kell kimenni a mellékhelységbe. És általában minden mellékhelységből lehet másfelé menni, mint ahonnan jöttél. És
egy kicsi sétát kell tenni. Ilyenkor ki időt nyer, életet nyer. És egy kis sétát téve visszatérsz a tantienedbe. Egy kis mentális magány kell, mert fizikailag nem lehetsz egyedül, de mentálisan kipucolhatod 5 perc alatt, hogyha reggel gyakoroltál, és visszatérhetsz ide szépen a kis tantienbe. És utána megint van üzemanyagod egy pár óráig. De nem szabad engedni, hogy bemenj a sárgába, mert utána ott a piros rögtön. Tehát, hogyha egy autóban van annyi intelligencia, hogy figyelmeztet arra, hogy alacsony az üzemanyag szinted, akkor az elméddel ezt miért nem tudod megcsinálni? Hogy hello, elérted a tolerancia küszöbödnek a sárga tartományát? Kedves érző lény, aki te vagy, az az én. Tehát most, ha a pirosba is belemegyünk, akkor ott nagyon-nagyon csúnya zúzda lesz szám. Nagyon. Elkezdünk csapódni az intolerancia irányába, és nagyon durva ítéletalkotás lesz belőle. És az a vicc, hogy valahol ezt, ha tényleg rálátsz, bánod. Te tudod, hogy te lehetnél ennél jobb is. De abban a pillanatban nem volt elég üzemanyag hozzá. Tudod? Tehát Sung Zhen Szönyim néha megmondta a szerzeteseinek, hogy mennél haza? Jó, 49 napra van darma energiád. Ha azon belül nem jött haza, biztos, hogy valami történt karmikusan, és odavágta magát az útszéléhez, vagy valami hülyeséget csinált. Így. Tehát érzed, ha gyakorolsz, érzed, hogy na most el kell hallgatni, mert akármit mondok, az rossz. Most megállok, mert amit teszek, ott biztos nem lesz jó. Most ki kell menni a kis mellékhelységbe, hogy kikakíjam a karmámat, mert ha ezt nem teszem meg, akkor borzalom van. Bizonyám, akkor minden büdös, nem jó. Úgyhogy ezt meg kell tudni tenni. Igen, igen, meg kell tudni tenni. Nagyon is. Úgyhogy ezért van a gyakorlásnak jelentősége, a mindennapi egyéni páros, család és csoportos gyakorlásnak. Ezért teremtjük meg ezt a környezetet itt is, és máshol is. Jó? Sokat segítettél, köszönöm. Nagyon szívesen. Nekem nagyon tetszik ez a kezdeményezés, ez a 5 mesterrel, veled, Kassai Lajossal és még 3 mesterrel. Mondjuk ki a nevüket, Vilcsek Péter, Agócs Tibor, Ambrus Szabolcs. Fontos. Igen? Igen. És az, hogy mik a hosszú távú céljai ennek a kezdeményezésnek? Hogy még nagyon sok teát ígyunk együtt. Gondolom ezzel kívül is van még, hogy ezt az egyszer... Hidd el, csak tea van az asztalon, meg némi étel, attól függ, hova megyünk, ugye? És... az a cél, hogy az 5 iskolának a szellemi irányát, azt megismertessük a maga természetes módján azokkal, akiket ez érdekel. És semmi egyéb. Tehát én szerencsére nem látok olyan célokat, hogy hirtelen most én nekem át kéne változnom ahhoz, hogy konform legyek, és az 5 iskolába így beletartozzam. Nem. Mindenki azt csinálja, amit eddig, közösen és külön-külön. Megismerjük egymást, gazdagodunk, tanulunk, lejjebb adunk abból, amiből lejjebb kell, és tovább segítjük azokat, akik kíváncsiak ránk, és semmi több. De egymás tükrében nézni nagyon jó. Nagyon jó. Tegnap például, amit mondtam, egy olyan kontrasztélmény volt, hogy Agócs Tibor Sensei meghívott Jászberénybe egy Suhari nevű film bemutatóra, ahol az itt kapott tanítás szerepelt, és a közönség találkozónak aktív részese voltam a film után. Meghirdetve, leírva, betáblázva. És elképesztő az az erőfeszítés, amit Sensei tesz azért, hogy a tudatszint emelkedjen, hogy ne a pokolban éljünk. Mi is megtesszük ezt, Kassai Lajos ijászmester is, Vilcsek Péter a mázsaház vezetője is, és Ambrus Szabolcs szifú kungfu világbajnok is. És elképesztően jó érzés az, hogy teljes formai önállóság, az utak formai szintű különbözősége, és ilyen
30-40 éves tapasztalat mindegyikünknél. És ezek hoznak közös nevezőre minket. Tehát a forma szintjén semmiféle olyat nem látsz, hogy akkor ő is ilyen, ő is olyan, ő is ilyen, mindegyikünk a forma szintjén más. De amit szellemileg elsajátítottunk, és az irány, ami felé megyünk, az olyan tűpontosan így megegyezik. A forma, az elme, a megvalósulás, a különböző publikus funkciók szintjén persze, hogy mások vagyunk, mert más a karmák. De ami a karma fölött van, ami a tudatnak a meghaladó iránya, ahogy ezt igyekszünk közkincsét tenni, az annyira hasonló, ez ilyen szívderítő. Mert tényleg az azonosságok és különbségek megfelelő aránya az, ami egy jó kapcsolatot, és így az öt iskolán belül kapcsolatot is nagyon szépen alakítja. Úgyhogy én hálás vagyok ezért, és nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy ott lehetek, és így lehetünk. Így csináljuk szépen tovább. Köszönöm. Szívesen. Itt. Én is a gyakorlással kapcsolatban kérdeznék. Ezt a hullámzást én is abszolút érzem, és ilyenkor azzal vigasztalom magam, nem vigasztalom magam, inkább az a kapaszkodom, hogy van egy olyan mondás, hogy nem kell tenned semmit, mert már az vagy. És én ezt úgy értelmezem, hogy akkor talán gyakorolni sem kell. Itt ez az értelmezés, kérdés. Ez nagyon nagy probléma. Tehát... Illetve akkor nem tudom, hogy mit jelent ez a mondat, és hogy ez akkor... Elmondom hogy... egy kicsikét felnagyítva. Megszületünk, és meghalunk. Akkor minek együnk? Ez is egy értelmezése az egésznek, de reggelizni ugyanúgy fogsz holnap, mint ahogy ma is. Tehát az elme elképesztően meg tudja csalni önmagát a saját logikájával. Ezért van az, hogy térd vissza a gondolkodás elé. Térd vissza abba a tudatba, ahol még vagy már ez a gondolatsor nem alakul ki. És akkor meghallod azt, hogy csicseregnek a madarak, és a patakban folyik a víz, és meglátod azt, hogy az ég kék és a fű zöld, és ezeknek a jelenségeknek érdekes módon nincs ilyen problémája, hogy most értelmes vagy értelmetlen az, amit csinálok. Ez az értelemnek a problémája, hogy a valósághoz olyan nehezen tér vissza, egy saját abstrakcióban így elmerül, mint a felhőben. Nem csak, hogy elmerül, hanem azt szeretné, hogy a gondolatokat behelyettesítsük a valóság helyére. És nem megy. Tehát valahol mindig vérzenek a cipők, ami hamupipőke nővéreié. Mert az csak hamupipőke lábára jó. Akármit vagdosnak magukból a nővérek, nem megy. Tehát vagy a valóságról szól a gondolkodás, és akkor megtanul elhallgatni, mert az elme rájön, hogy valami nagyobbat szolgál, mint önmaga. Vagy pedig állandóan vérzünk, mert szeretnénk, hogy az elgondolásainkat viszont lássuk a világban vagy magunkban, és nem megy. Valami mindig kilóg. Valami mindig hézag. Úgyhogy ezt nyugodtan tedd félre, ezt a gondolatot. Az elméd legyártott egy illúziót, nem az elsőt, nem az utolsót. Jó? Én az étkezésről szeretnék kérdezni, már mint ugye a szertartáson belüli. Mi a szabály arra, hogyha valaki nem tudja elfogyasztani azt, amit kiszedett? Akkor szenved. Az biztos, de hogy akkor arra van valamilyen büntetés, vagy az egész csapatnak meg kell lennie a vízben, vagy hogy ez volt már ilyen? Azt a tálat, amelyben az el nem fogyasztott étel van, a fejére kell tennie, és egyenes vonalú, egyenletes mozgással a templomot 108-szor körbe kell járnia, miközben az elégséges tudatán meditál. Értem, ez jó büntetés. Na, szóval komolyra fordítva a szót, ilyenkor van olyan lehetőség, hogy ha tényleg így valami átkattant és túlszedte magát, akkor ugye oda megy a gyakorlatvezető, ez így meghallja, megmutatja, hogy ez a probléma, és akkor a gyakorlatvezető csak úgy nyugodtan kimész, kiteszed vissza, és elmosod az edényt. Ilyenre nem nagyon szokott sor kerülni, hogyha mégis, akkor az egy hatalmas tanulás, és a gyakorlatvezető, amennyire emberséges, együttérző,
pontosan annyira következetes, és a végén azt mondja, hogy na hát akkor üljünk le, nézzük csak meg ezt a problémát, hogy te hol tévedtél. És akkor átbeszélitek. Na, ez sokkal kínosabb. Tehát az, hogy itt arról kell beszélni felnőtt fel, hogy ez a plusz 30 deka az honnan jött, és hogy a szemed miért kívánta, és a gyomrod miért nem tudta befogadni, hát ez komolyan, mint hogyha visszavennénk 5 évesbe. Úgyhogy ez mind rendben van. Én emlékszem, hogy velem az első 90 naposon rengeteg minden történt, jövőre lesz 30 éve, és akkor vett életformámmá. Ez annyira szép volt. És a történések egyike az volt, hogy volt már akkor egy rivális szerzetes, aki ő úgy döntött, hogy ő rivalizál velem, és így jó amerikai módjára, hogy benyom a talajba, és képzeld el, hogy én buta, az elején felvettem a kesztyűt, hogy micsoda, hogy engem. Hogy ő gyorsabb lesz a teánál, mint én. Hogy ő többet borul le, mint én. Hogy ő több figyelmet kap, mint én. Ugye? És kiderült, hogy ott is két körbe osztottuk a teát, és én gyorsabb voltam, de nem a saját felemen szolgáltam föl, mivel gyorsabb voltam. És a következő történik, mivel azt a részt szolgálta ki, ahol az én tálam volt, a normális tea mennyiség helyett ilyen litert beletett. Ugye, te érted? Így gőzölgött, mint egy ilyen kis melegvizes tavacska. Itt a legnagyobb tálam az, hogy egy unyira karimbától itt tele volt. És addigra már azért a tudat tisztasága volt annyira intuitív, hogy oda vittem ezt így a gyakorlatvezetőhöz, akik így rezenéstelen arccal végignézték az egészet, és csak kimentem, kiöntöttem, visszajöttem, és akkor következőnél ki kellett a rivális szerzetesnek találni valami mást, amivel nyomorgasson, és már látta, hogy ez így nem megy, tehát a rendszer túl jó. Azért ez gyönyörű volt. És emlékszem, hogyha ilyen fordult volna elő velem, akkor ezt kötelességszerűen megeszem. És ez nagyon rossz. Tehát egyszerűen tudni kell azt mondani, hogy igen, most sokat szedtem, hibáztam, és nem fogom elpazarolni azzal, hogy kényszerűen megeszem. Viszont ebből tanulni kell, és soha többet. Tehát az, hogy a különböző szervek, a szemed, a nyelved, az orrod, a gyomrod mit mond az ételről, hogy ez legyen meg közös nevezőn. Tehát ízlelni akarsz, a szem egy ekkora nagy halmot akar látni, a gyomor meg könyörög, hogy ne, ne, léci, ne! És akkor az elméd azt mondja, hogy de igen. Nem emlékszel múltkor a cukrászdában, hogy megetted mind a három szelettel? Akkor most is. Sőt. Úgyhogy ilyenkor az ember megbánja a hibáját, és mondjuk egyszer lehet így kegyelmet kapni, de utána fel kell nőni a feladathoz, és ahogy azt mondtam már a legelején, a kevesebb az több. Miért? Mostanában már azon kell szerintem így a meglett korú gyakorlónak meditálnia, hogy a következő étkezésre is legyen hely. Tehát, hogy nehogy jól lakj. A legelején a fiatal szerzetes, úristen, van 17,5 percem az egész étkezésre, lesz elég időm megenni mindent, ami nekem kell a következő étkezésig? Akkor már eltelik egy kis idő, akkor most tényleg maradt annyi hely, hogy 5 óra múlva éhes legyek, és tényleg jó lessen? Mert egyébként egy teljesen biztonságos és megjósolható környezetben vagyunk. Ebből a szempontból biztos. És nézd meg, hogy a túlérő reflexén így puf, így rácsapnak középen. Nézem néha a szempillantásokat. Van, aki ül ilyen kis buddhai lótuszülésre, és próbál nem középre nézni. És hűha, tiramisú van középen. Jut nekem belőle elég, hogyha itt a végén ülök? Érted? És akkor megjön a rakott kell, és akkor így kivág valaki egy négyzetet, és a másik így...
annyira jó ez a forma, én annyira szeretem. Tehát ez úgy kijön a karvád, ahogy kell, minden nyomás nélkül, csak az, mert közösen csináljuk. Döbbenet. Úgyhogy a magad és mások tükrében nézni nagyon-nagyon komoly bölcsességgel járó belátást hoz, és előbb-utóbb elég lesz. És akkor pont annyit veszel, amennyi szükséges és elégséges. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Tessék, Vilma. Az gyakori, hogy megváltozik az arcom, hogy egy hete vagyok itt, és hát lehet, hogy fogytam, de hogy az arcom megváltozott, és ilyen fura, múlt évben, amikor rosszul voltam, akkor égett az arcom, és nem tudtam embereknek a szemébe nézni, de most ez egy ilyen jobb érzés, ez egy gyakori tapasztalás, hogy változik az arcom. Csak az eredeti arcod nem változik. Ez a humán avatár, ez mindig te. És amilyen lélekállapotban vagy, olyan az arcberendezésed is. Tehát ezért van az, hogy gyakorolsz egy hétvégét, és így hazamész, vagy 90 napot, és így megkérdezik, hogy veled mi történt? És akkor mondhatod, hát belső kozmetika. Egyébként a koszmeó az azt jelenti, hogy megtisztítom. Tehát tisztítás. A kozmetikus az tisztít. Tehát, hogyha a lélek megtisztul, az arc is megtisztul. Hogyha az arc ilyen torzulat, meg minden, akkor a lélek is torz, mert a karmájához ragaszkodik. Minden embernek az arc kifejezésében épp az adott lélektartalom benne van. Ezért szoktuk néha így, hogy most mi néz ki a szemedből? Stb. Úgyhogy igen, rendben van, hogy változik az arc, de milyen irányban? Nagyon nem mindegy. Tehát ahogy tisztul a karma, úgy tisztul az arc is. Ha torzul a karma, torzul a lélek, torzul az arc is. Jó? Köszönöm. Szívesen. Remélem, hogy mindegyikünk megtalálja az eredeti arcát, amelyik nem tud torzulni, és közös gyakorlatunkkal ezt a tiszta tudatot és tiszta energiát természetes módon a környezetünkben tudjuk segítően használni. Ha látnék könnyebb utat, más utat, magasabb rendű utat számomra, akkor ott lennék. De a könnyű út nem jó út. Nézd meg, hogy a könnyű út által mivé válsz. Mint hogy a nehéz út sem önmagától jó. Akivé válsz a nehéz út által, az úgy megéri. És ekkor tudunk tényleg fölébredni, és tényleg segíteni másokon és magunkon egyaránt. Egy Shanti Deva idézettel zárom. Boldogtalanok azok, akik csak saját boldogságukat keresik. Boldogok azok, akik mások boldogságát segítik. Köszönöm a figyelmet.